Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. A mindenható Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a Galáciabeliekhez írott leveléből, az 5. fejezetből, a 7. verstől a 15. versig. Jól futottatok! Kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak. Ez a hitetés nem attól van, aki titeket hív. Kiskovász az egész tésztát megkeleszti. Bizodalmam van az Úrban ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek, de aki titeket megzavar, elveszi az ítéletet bárki legyen. Én pedig, atyám fiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya. Bárcsak ki is metszenik magukat, akik titeket bújtogatnak. Mert ti szabadságra hivattatok, atyám fiai. Csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény egy igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészétek. Az Úr tegye áldottá az ő igéjét, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük az ige szavát, ami által figyelmeztetni akarsz minket, hogy el ne térjünk se jobbra, se balra attól a beszédtől, ami tőled származik. Köszönjük, hogy egyedül arra emeled a tekintetünket, hogy mi az az evangélium, amit meg kell hallanunk, hogy mi az a kereszt botrány, ami bizony, hogy nem szűnt meg, hogy mi az a szövetség, amit az Úr Jézus Krisztus számunkra hozott, és mi az az egyetlen út, amelyen keresztül mi hozzád és feléd mehetünk. Úrunk, te tudod, hogy sokszor a világ bölcsessége szerint jár az ember agya, és nem a te bölcsességed és te igéd szerint. Sokszor könnyebb a világ módján élni, gondolkodni és döntést hozni, mint a te igéd szerint. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Kérünk, hogy tudjunk és akarjunk te kegyelmedből élni. Így kérünk most szent lelkeddel, légy közöttünk. Nyisd meg előttünk az igét, és nyisd meg a mi szívünket, hogy akarjuk az igét megélni és megcselekedni. Urunk, olyan sok-sok megújulási kísérlet után az ember sokszor csalódik a saját erejében. De te hatalmasabb vagy nálunk, a mi szívünknél és a mi gondolatainknál. Kérünk, cselekedj bennünk, népedben. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 171. dicséretet. A 171. dicséret így kezdődik, megáll az Istennek igéje. A gyermekek most mennek le az altemplomba, ha vannak még fent.
Istennek igéjét, melynek üzenetét az ő szent lelkének segítségül, hívásával hirdetni kívánom köztetek. Olvasom a Galatákhoz írt levélből, a már felolvasott igeszakaszból a 13. és a 14. verset. Mert ti szabadságra hivattatok, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény az egyigében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves gyülekezet, a Galata levél Pál apostolnak egy olyan írása, ahol amellett érvel az apostol, hogy az Úr Jézus Krisztusba vetett hit egyedül és kizárólagosan az üdvösség útja, és ez az egyetlen lehetőség, hogy az ember az Isten előtt kedves legyen. Azokkal száll vitába Pál apostol, akik azt hirdetik, hogy lehetséges emberi cselekedetek útján az Istennek megfelelni, neki maradéktalanul tetszeni, és így a mennybe saját erőnkből, vallásosságunkból és emberi jóságunkból eljutni. Pál apostol erre egy nagyon határozott nemet mond. Azt mondja, nincs az a vallásos életvitel, nincs az a jó emberség, ami az embert a mennybe juttatja. Hanem helyette van egyetlen út, és ez az emberré lett Isten Jézus Krisztusba vetett hit által lehetséges. Arról beszél az apostol, hogy szabadságra hivattunk el. Na de mit jelent ez a szabadság? Mi a jellege ennek a szabadságnak? Mit értünk keresztény szabadság alatt? Hát általában a fiatalok a kereszténységet legkevésbé látják szabadságnak. Azt gondolják, hogy ilyen rosszul még fiatal nem járhatott. Annyi mindent lehetne csinálni a világban, annyi minden lenne érdemes rá. Bulizzunk, éljünk a mának, tegyük, amit tetszik, hallgassunk a szívünkre, csináljuk, amihez kedvünk van. Ebbe két nagy akadály van, az egyik a szülő, ez nem mindig, a másik pedig az egyház. Ez sem mindig, ha az ember nem jár. Nem minden fiatal gondolkodik így, de sokszor találkozik az ember ezekkel a gondolatokkal. Vagyis, milyen keresztény szabadság? Mert Pál apostol azt mondja, a kereszténység szabadság. Nagyobb, mint bármely más szabadság. Aztán sokan a szabadságot egészen máshogy képzelik el. A szabadság egy olyan dolog, amiről az ember lemond, hogy bizonyos dolgokat kapjon cserébe. Így létrehozunk magunk fölött működő szerveket, az állampolgárok az államot, és egy csomó mindenről lemondunk, és alávetjük magunkat dolgoknak, feláldozunk a szabadságunkból, cserébe szolgáltatásokat kapunk. A szabadságunkat feladjuk, de cserébe nekünk valami jár. És olyan érdekes, hogy mind a két hozzáállás megjelenik az ember fejében, az Istennel szemben is. Az egyik, hagyjon engem az Isten békén. Ne szóljon bele. Nyíltan lázadunk. Én nekem kell a szabadságom, az önmagamhoz való jogom, majd én eldöntöm, hogy mi a jó és hogy élek. Nem a Szentírás, nem egy régi könyv, nem az egyház, nem fogja nekem megmondani az Isten, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy mi az erkölcsös és mi az erkölcstelen. Hogy mi érték és mi nem érték, mert én azt tudom jól magamnak.
Én ragaszkodom a szabadságomhoz. Vagy van a másik, ez a klasszikus, vallásos gondolkodás Istennel szemben, rendben. Legyenek a dolgok a te szabályaid szerint, de cserébe te tartozol nekem. Jössz nekem egy jó élettel. Jössz nekem azzal, hogy megóvsz engem a rossz dolgoktól. Én megfelelek a te elvárásaidnak, de cserébe megvásároltalak téged. Lemondok a szabadságomról, de az adósommá tettelek. Pál apostol azt mondja, szabadságra hivattunk el. Szabadságra. Ez a szabadság szabaddá tesz minket az Isten törvényeinek való kényszeres megfelelés alól. De ez a szabadság felszabadít minket az emberi kényszer pályáink alól is. És szeretném, ha egy kicsit ezekre fordítanánk a figyelmeinket. Mert van két kényszerpálya, amin minden ember, ha akarja, ha nem akarja, eleve rajta van. Születéstől kezdve két kényszerpályánk van. És mind a kettővel szemben teljesen tehetetlenek vagyunk. Az egyik, az a halál. Amikor az ember megszületik, annak vége is lesz. Genetikailag kódolva hordozzuk. Az élet elkezdődik, tart valameddig, és véget ér. Ez az egyik kényszerpályánk. És teljesen, teljesen tehetetlenek vagyunk vele szemben. Persze, a világunk mindent megtesz azért, hogy a ráncokat kisimítsa. Hogy a betegséget eltüntesse a kórházba. Hogy minket minél hosszabb és egészségesebb és boldogabb élettel kecsegtessen. Pumpáljuk magunkba a vitaminokat, csináljuk a különböző dolgokat, hogy fittek és egészségesek legyünk. Megyünk nyaralni, kikapcsoljuk a stresszt, ha ki tudjuk. Hóvjuk az életet, amíg lehet. Mégis kényszerpályán haladunk a biztos vég felé. Van egy másik kényszerpályánk is. Ezt sokkal többen vitatják, mint az előzőt. Az előzőt az nehéz. Azt úgy hívják, hogy bűn. Ez a másik kényszerpályánk. Az embert vele születetten uralják a vágyai és a félelmei. A vágyai és a félelmei. Ezek visznek minket előre, vagy tartanak minket távol dolgoktól. Arrafele haladunk, és arrafele tervezünk, amerre jót, jövőt reményünk magunknak. Kinek mi a vágya? Van, aki élvezetre vágyik. Van, aki szeretetre és elfogadásra vágyik. Van, aki biztonságra vágyik. Ó, mindannyian vágyunk valamire. És ezeknek a vágyoknak a szolgái leszünk. És megteszünk mindent, hogy megkapjuk azt, amire vágyunk. Ezért fogunk felkelni nap, mint nap. Ez fog minket előre mozgatni, ez fogja az agyunkat forgatni. Vagy a vágyaink, vagy a félelmeink. Nagyon sok ember azzal küzd, hogy nem tud előrelépni, mert minden lépésnél újabb és újabb félelmeket lát. Jaj, mi lesz, ha ezt csinálom? Mi lesz a következménye annak? És félek előre lépni. Kevesen beszélünk róla, sokkal kevesebben beszélnek róla, mint ahány ember életében igaz, hogy sok mindentől a félelem tart vissza minket. És ez igaz életváltoztató döntésekben is, de sokszor az embert még a rossztól is csak ezt tartja vissza. A félelem. Mit fognak gondolni rólam? Mi lesz a következménye? Félelem. Van, aki még a hitét is így éli.
Próbálok megfelelni az Istennek, mert félek, hogy a haragvó Isten lesújt rá. Van, akinek még az Isten képe is ez. Persze van a túloldalon is, a szerető, mindent elfogadó Isten. Azt csinálok, amit akarok, mert Isten úgy is szeret. Az meg a másik véglet. Élhetek nyugodtan a vágyaimnak, mert Isten úgy is szeret. Azt mondja Pál apostol, szabadságra hívattatok el. Na de milyen szabadságról beszél az apostol? Arról a szabadságról, amely minket a kényszer pályáinkról ment meg. Arról szabadít meg, attól szabadít meg. Jézus Krisztus az emberré lett Isten, a keresztfán meghal, aztán eltemetik, s feltámad a halálból, és ezzel győz bűn és halál felett. Ez az evangélium, ez a keresztbotránya. Erről mondja Pál apostol, hogy a keresztbotránya, ez akkor is botrány volt, amikor elkezdtek beszélni róla, ma is az. Ma sok ember spontán bolondságnak tartja, hát egy komoly gondolkodó ember ezt nem hiheti el. Mégis az Isten üzenete az az ember felé, hogy elküldtem az én szeretett fiamat, Jézus Krisztust, aki a Golgotai kereszten meghalt, eltemették, és majd feltámadott. Ennek tanúi lettek. Ezek a tanúk elkezdtek beszélni arról, hogy ez igaz, ez megtörtént. És ez a lehetőségünk az Istennel való életre. Két kényszerpálya, bűn és halál. Szabadság az elsőből, a bűnből. Sokan abban az illúzióban élnek, hogy amíg a magam ura vagyok, addig semminek nem vagyok a rabja. De azt gondolom, sokan ülnek itt, ebben a templomban is ma, akik tudják már, hogy amikor az ember saját maga ura, de rájön, hogy saját vágyainak és félelmeinek rabja, és ezzel nem tud mit csinálni, akkor már nem biztos, hogy a saját uralmát tartja a legnagyobb szabadságnak a földön. Tudom, hogy vannak itt testvérek, akik alkoholból, vagy más kötözöttségekből szabadultak meg. Van, aki képmutatásból, hazugságból, önzőségből, sok mindenből lehet, sok kötelék van. Mert a bűn eltorzítja a jellemünket. És hogy az ember idősebb lesz, nem egyre jobban kezeli, hanem egyre inkább áldozata lesz saját magának. Egyre szofisztikáltabban tesszük a bűnt. Egyre jobban palástoljuk, egyre jobban legalizáljuk, vagy éppen egyre jobban nyilvánvalóvá lesz a kapcsolatainkban, hogy tönkre tesz minket. Kényszer pálya a bűn, rabság és nem szabadság. Az ember nem élhet úr nélkül. Mindenképpen van ura. Csak az egyik jó, a másik nem. Aki megszabadíthat, az Jézus Krisztus. Élő úr, hatalma van rá. Megszabadítja az embert a bűntől, de nem csak a bűntől szabadítja meg, hanem a haláltól is. Jézus Krisztus örök életet készített az embernek. Nem olyat, mint ez a földi, amelyik így is úgy is véget ér, hanem egy különleges örök életet vele. Egy minőségben különbet és jobbat. Ahol nincs könny, ahol nincs bűn, ahol nincs betegség, ahol az emberek nem teszik tönkre majd egymást. Csak olyan sokszor nem hiszünk Jézus Krisztusnak. Nem hisszük, hogy meg tud szabadítani minket. És nem hisszük, hogy valóban hatalma van a halál felett. Pedig ez az evangélium. Ez a kereszténység üzenete.
Nem valami erkölcsi elitizmus, vagy esetleg valami konzervatív, érték megőrző társaság, hanem az evangélium. Szabadság az emberi kényszerpályák alól, szabadságra hivattunk el, hogy az Isten nagy tetteinek a dicsőségét hirdessük, azáltal, hogy megéltük és megtapasztaltuk őket. Azt mondja Pál apostol, ez a szabadság sosem válhat és ne váljon szabadossággá, mert a kettő nem ugyanaz. De aki Jézus Krisztust megismerte, az bizony nem megfelelési kényszerből, vagy nem azért, mert meg akarja vásárolni az Istent, fog az Istennek engedelmeskedni, hanem mert szereti az Istent. Mert az Isten valami olyannal ajándékozta meg, amilyen nélküle sosem lett, vagy lehetett volna. Az Isten nem valami olyat akar nekünk adni, ami magunktól is elérhető, vagy van, hanem valami olyat készített, aminkre esélyünk sincs. És aki megértette ezt, és ezt az ajándékot megkapta az Istentől, és hiszi, és vallja, és éli, hogy ez igaz, az nem akar majd a bűneinek legalizálást keresni. Mert már felismerte róluk, hogy rabság. Az nem egy újabb kártyát keres arra, hogy mit játsszak ki a magam hibáinak az igazolására. Mert már túl van ezen. Nem lesz soha ürügy a szabadság a szabadosságra. Testvér, ma az Úr Jézus Krisztus ugyanolyan szabadító Úr, mint akkor volt, amikor Pál apostol megírta ezt a levelet. Ma ugyanúgy van hatalma a bűneink felett, mindannyiunké felett, és a halál felett is. De a kérdés, hogy hisszük-e ezt, az Úr adja meg a szívünknek azt a választ, hogy igen, hiszem és akarom, szabadítson engem is, tartson meg engem is, nem akarok másban bízni, csak benne. Az Úr adja, hogy ez legyen mindannyiunk válasza az ő neve magasztalására. Amen. Gyertek, emeljük fel a szívünket és imádkozzunk. Mennyi, édesatyánk, köszönjük, hogy elkészítetted a szabadulás útját és lehetőségét. Urunk, te tudod, hogy hányadán állunk veled, hogy elnyomónak látunk-e, vagy a magunk szabadságát fontosabbnak látjuk-e, mint azt, amit te kínálsz. Könyörülj rajtunk, attól, hogy vágyakozzunk, szerinted szabadnak lenni. Köszönjük mindazokat a pillanatokat, amikor velünk voltál és megtartottál minket, és ezt megértettük. Köszönjük, amikor az életünk jó dolgait nem a magunk érdemének láthattuk. És köszönjük azokat a pillanatokat is, amikor a bűneinket nem fogtuk mindig másra. Kérünk azért, hogy adj megtérést, adj hozzád fordulást, őszinte bűnbánattal. Kérünk azért, hogy könyörülj azokon a hívő testvéreken, akiket más országokban üldöznek a hitükért. Adj nekik erőt. És könyörgünk ezért az országért, magyar népedért is, Uram, hogy adj ébredést. Oly sok bűnnek a következményét nyögi ez az ország és nép. Kérünk azért, hogy adj eszmélést, vágyat a szent életre.
Kérünk azért, szent lelkedet áraszt ki, és szabadíts. Kérünk azért is, hogy szent lelkeddel légy vigasztalónk. Könyörülj mindazokon, akik a gyász terhét hordozzák. Legyőzetett bár a halál, de ellenségnek ellenség. Kérünk azért, hogy adj erőt akkor is a mennybe tekinteni, látni a te győzelmedet, és mindazok örök sorsát, akik hisznek benned. Mennyei atyánk, könyörgünk így a mánkért és a holnapunkért, adj nekünk bölcs szívet, hogy jól használjuk ki ezt az időt, ami adatott. Legyen a tiéd a dicsőség, most és mindörökké. Amen. Az igehirdetésre felelve énekeljük a 469. énekünk második és harmadik versét. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Templom istentiszteltünk végéhez érve, énekeljük a 467. dicséretet az összes versével. Ez így kezdődik, mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Utána énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt, végül vesszük az áldást.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti veletek. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.